gasztronómiai érdemérmet feltett át Tóth István, aki megosztotta stábunkkal, hogy ez nagy elismerés számára, mivel a gasztronómia nem a fő tevékenysége. Elsősorban a fém megmunkálásával és az üzemükben elkészült termékek értékesítésével foglalkozik. A kitüntetett kitért arra, hogy mivel érdemelte ki ezt az elismerést. Hát elsősorban azért kaptam, mert ugye 17 évben keresztül megrendeztük a Grill Fesztivált, sajnos ebben az évben az elmaradt a különböző okok miatt, és úgy ítélték a Gasztronómia Szövetség, hogy ez egy olyan esemény, hogy ez miatt érdemelek egy díjat. A másik pedig, hogy van nekünk két csodálatos termékünk, a kemence és a grillező, mind a kettő termékkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a magyar gasztronómia egy kicsit megújuljon, de ugyanakkor a hagyományokat is meg tudjuk tartani. Nagyszüleim valamikor a kemencébe sütöttek, főztek, és bennem megvan még mindig az az emlék, hogy milyen jó és milyen finomak voltak az ételek, vagy a kenyér éppen, és ugyanez a kemencébe teljes mértékben megvalósíthatom. Tóth István kiemelten ejtett szót arról, hogy ösztönzőleg hat minden díj, így most is azt érzi, hogy a termékeiket még tovább kell fejleszteni. Mint megjegyezte, a sok visszajelzést és a saját tapasztalatait bele tudja építeni a kemence megújulásába. A lábait, azt most fix lábai vannak, átalakítjuk most úgy, hogy mentő kisebb csomagot tudjunk belőle készíteni, és ezáltal még talán eredményesebben tudjuk majd szállítani. A Walker kemencéi már számos főzőversenyen és gasztroműsorban bizonyítottak. Ezt nézőink is több alkalommal láthatták, hiszen gasztronómiai magazinokban több mester, séf is különleges ételeket alkotott a makói találmány segítségével. Mint kiderült, a kemencék és a grillsütők hamarosan a hazai piac mellett a tengeren túlit is meghódíthatják, hiszen nemrégiben erre is érdeklődés mutatkozott.